A fontos, és ez nagyon fontos, hogy bár van ilyen, hogy a férfi egyszerűen csak a nőre vágyik, de nem ez jó neked. Még egyszer így megismétlem. Tehát van olyan, hogy a férfi kifejezetten csak a nő iránt vágyódik, de ez nem lesz jó nektek. Egyik félnek sem. Ugye a nő nagyon hamar ráun arra, hogy ő van a figyelem központjában, bár vágyott erre, de ebből hamar elég lesz, és a férfi meg kifejezetten eltöketlenedik, hogyha az ő osz funkciója az életben annyi, hogy egy nő iránt vágyakozik, vagy egy nőt imád. Szeretettel üdvözöllek. Nevem Jós István, ez itt a Kérdezz Felelek, az elmúlt 10 év tanácsadói tapasztalat alapján a ti kérdéseitekre válaszolok. Ugye a kérdések a közösség, van egy zárt közösségi oldalunk, az Én Akadémia Közösség. Ide jönnek a kérdések, és a mai is egy szuper téma. Ugye én sokat beszélek arról, hogy férfinő viszonyról beszélek nagyon sokat, karrierről és magánéletről, de hogy ezen belül férfinő viszonyról, és általában arról van szó, hogy a férfinek a meghatározó kapcsolódása a nőhöz azért az, hogy szüksége van rá. És akkor ehhez jött most az a kérdés, hogy jó, ő ezt érti, de hogy előfordulhat-e olyan, hogy a nő saját jogon hiányzik, csak úgy, a nő, aki, hogy a férfi ez iránt vágyódik, de felolvasom. Van olyan pont, amikor a férfi is kötődik a nőhöz, hiányzik neki, ha rég nem látta. Csak akkor történik ez, ha lelkesítő számára a nő. A kérdésem valamire olyasmire vonatkozik, hogy hiányozhatsz egy férfinek csak úgy te, önmagadban, vagy csak akkor kíváncsi rád huzamosabban, hogyha lelkesíted, vagy hasznos vagy számára, tehát kap valamit általad. Nyilvánvaló a válasz, mindenki tudja, a férfiak, nők egyaránt, tehát nőknek is ez meg kell legyen saját élményként, hogy van, hogy érzed a férfin, hogy csak hiányzol neki. És férfiként nekem is megvan abszolút ez, hogy érzem, ez az érzés, hogy én te jóságos ég, így vágyódom a nő iránt. A fontos, és ez nagyon fontos, hogy bár van ilyen, hogy a férfi egyszerűen csak a nőre vágyik, de nem ez jó neked. És ez nagyon fontos. Még egyszer így megismétlem. Tehát van olyan, hogy a férfi kifejezetten csak a nő iránt vágyódik, de ez nem lesz jó nektek. Egyik félnek sem. És azért nem, mert nagyon nem mindegy, és tényleg végül két meghatározó viszonyulás van, tetszik vagy sem, férfi és nő között, én legalábbis ezt tapasztalom. Az egyik az, hogy akarok adni neki, én akarok adni neki, a másik, hogy akarok kapni tőle. És így nagyon nincsen más, ez a kettő van. Nyilván ez így keveredik kicsit értelemszerűen, de hogy alapvetően ez a kettő ez mégis elválik. És az akarok adni neki, férfi állapot, az szoktam a tudatos férfi, vagy a vándor férfi, vagy a kalandor férfiként is magyarázni ezt, vagy egyszerűbb szavakkal szoktam mondani úgy is, hogy az akarok neki adni, tehát a kifejezetten őrá vágyom, őt imádom, az a férfi nőcsábász állapota. Szebb szóval a férfi elveszett állapota. Még szebb szóval a férfi önmagát elhalasztó állapota, amiben lehet annak örülni, hogy most a nő van a fókuszban, és a nő most végre, aki fontos, és ezt nagyon fontos egyébként megélni nőként, meg amúgy férfiként is, hogy nekem most egy nő mindennél fontosabb, de hogy így mindennél. De ez jelenti azt is, hogy az ilyen állapotú férfi életében nincs épp semmi, ami igazán fontos lenne. És így tud a nő lenni a legfontosabb. És ugye ez, ami ezzel kapcsolatban tapasztalat, ez egy átmeneti állapot. Ez egy átmeneti állapot, amiből nem lesznek tartós kapcsolatok, és ezt fontos érteni, hogy én értem ezt a vágyat, hogy saját jogon pusztán csak neked lássa a nagyszerűséged, és neked vágyjon adni, téged vágyjon oltárra emelni és isteníteni egy férfi. Nagyon fontos ez a vágy, nagyon fontos ezt menni felválni, nagyon fontos ezt megélni, de hogy mégis ez ebből nem lesz tartós kapcsolat, mert a férfi, ugye a nő nagyon hamar ráun arra, hogy ő van a figyelem központjában, bár vágyott erre, de ebből hamar elég lesz, és a férfi meg kifejezetten eltöketlenedik, hogyha az ő osz funkciója az életben annyi, hogy egy nő iránt vágyakozik, vagy egy nőt imád. Nekünk férfiként fontos, hogy valami hasznunk is legyen. Az, hogy egy nővel kapcsolódni tudunk, az bármely férfinek megy. Ez ilyen nagyon kemény. Tehát
De akkor is ez van. Tehát a férfinek kell legyen konkrét, speciális funkció a világban, amire büszke tud lenni. Arra, hogy én nagyon vágyódom egy nő iránt, arra nem tudok férfiként büszke lenni. Fúj a szél, nem tudom, mennyire fúj bele. De hogy ezt így fontos érteni, hogy tehát, hogy még egyszer akkor van az, hogy a férfi vágyódik a nő iránt, és adni vágyik neki, de nem ez lesz a tartós. Hanem a tartós akkor tud lenni, a tartós azt tud lenni, amikor a férfinek szüksége van a nőre. És ez tényleg nagyon nem mindegy, hogy a férfi hozzá akar tenni a nőhöz, vagy kiegészülni vágyik a nő által. Tehát, hogy látja a nő nagyszerűségét, amiben ő akar részt venni, és ő vesz részt, a nő életében, a nő küldetésében, a nő nagyszerűségében, a nő kiteljesedésében, de ahogy mondom, kell érezd, hogy ebben a férfi kicsi. Tehát ez nem egy férfias dolog, ez egy imádói funkció, amiből a nőknek hamar elege lesz. És a másik lehetőség az az, hogy szüksége van a nőre. A szüksége van a nőre az az, amikor részes a férfi maga is egyébként valamilyen célja, küldetése, ügye van, tehát részes, és a nő is ide vonódik be, és itt a férfinek szüksége van a nőre. És ez, ugye én ezért beszélek erről többet, mert ez az, ami aztán utána tartósan működik. Erre mondom mindig, hogy ez olyan, mint egy hajó és a tőkesúly viszonya, hogy lehet bármilyen vitorlázat, meg bármilyen szél, meg bármilyen úti cél, kell az a súly, kell az a hit, kell az a nyugalom, kell az a bizonyosság, kell az a bölcsesség, ami a nőknél van, ami a férfit ki tudja egyensúlyozni. Különben így fejre áll a férfi, aki egymagába próbálkozik. És van igen átmenetileg az, hogy a szerepek felcserélődnek. Ugye tudom ezt úgy is mondani, van ez az ábra, amit itt mindig lobogtatok, hogy a keresésben lévő férfi sajátossága, tehát miután a mintáink már csődbe jutottak, 30-40-50 évesen is így ennyi az élet, vagy mi történt velem, vagy hirtelen alakult egy szeretői viszony, vagy tehát, hogy így ilyen teljesen váratlan dolgok történnek az emberrel, itt indul a keresős időszaka el, ami az önismeret időszaka, a tudatosodás időszaka, az ébredés időszaka, a vágyak felfedezésének és felvásának az időszaka, és ebben az időszakban tud a férfi tényleg egyfajta ilyen bálványként akár nőket megtalálni. De tehát az, hogy a férfi benned felfedezi a nagyszerűséget, az annak a biztos tünete, hogy a saját nagyszerűségével nincsen tisztába. Vagy hogy a teremtés nagyszerűségével nincsen tisztába, és az abban elfoglalt funkciójával nincsen tisztába, amitől saját magát nagyszerűnek érezhetné. És ezt kell látni. Tehát, hogy a férfi, aki nőt imád, az egy hiánytünet. Az fogalmilag nem tud más lenni. Az azt jelenti, hogy nincsen nagyszerűbb célja még az ő létezésének, és most ennek örül, hogy ő egy fantasztikus nőt boldoggá tesz, és akkor most ez neki egy küldetés. És ez jó, az önismeret időszakában ez jó hetekre, hónapokra, mint egy küldetés. Ugye ide sorolom azt is, amikor átmenetileg rájön arra, hogy ő mégis jó férj lesz, vagy jó apa lesz, vagy jó főnök lesz, és a csapat válik a küldetésé, vagy a család válik a küldetésé. Ez mind annak a tünete, hogy megint nagyon fontos és értékes időszak az embernek a saját emberségén dolgozni. A férfi ilyenkor ezt csinálja, hogy lehet még jobb társ, vagy még nagyszerűbb partner, vagy mindegy, még nagyszerűbb vezető. De ez annak a tünete ezzel egy időben, hogy a küldetése még nincs meg. És ugye ezt kell érteni, hogy ugye a férfi ilyen zsebdiktátor, mindegy, a mintái szerint arrogáns legtöbb férfi, amíg még a mintái határozzák meg az életét. Jó esetben a kettőtök mintája komplementer volt, és működött valahogy az élet, vagy akár jól működött 30-40 évig, de egy ponton ebből válság lesz. Tehát itt egyszerűen csak változás történik, hogy valahogy így nem vagyunk boldogok, és az egész így ráomlik az emberre. Tényleg zsákutcába jut az élet. Ez a minták csődje, amit egyfajta sorscsapásként él meg az ember. Tehát olyan dolgok történnek vele, amit ő nem várt, vagy úgy érez, hogy nem érdemel, és akkor itt kezdődik az önismeret tava, ahol az embernek le kell menni és fel kell fedeznie magát. Ugye a tó alján egy szörny lakik, de az embernek ugye a szörny, a vágyaim, mindaz, amitől félek, amit halogatok, de egyben a saját erőm is. Oda le kell jutni. És ennek a keresési időszaknak egy tünete az, hogy igen, a nő tud lenni a legfontosabb. És ugye a nők is ebben a kereső időszakban vágynak arra, hogy ők legyenek a legfontosabbak. A nő, aki ezt már megjárta, aki már volt legfontosabb, pontosan tudja, hogy ez milyen dögunalmas. És a továbbiakban nem erre vágyik. Tehát
Ha viszont neked ez még vágyad, hogy van-e ilyen, hogy te legyél a legfontosabb, és egyszerűen csak téged hiányoljon, és utánad vágyódjon a férfi, ugye az azt is jelenti, hogy akkor te ezt még nem egészen élted meg. Tehát akkor itt van a feladat. Ugye ez a nőnek ez az Amazon időszaka, amit szoktam úgy beszélni, hogy ez az istennő korszak, a saját nagyszerűséget megmutatni, felvállalni, beleállni, megélni, tényleg mindenféle értelemben, mint nő, mint karrier, mint siker, mint önismeret, mint mindegy. De nagyon fontos ez. De aztán utána ki ebből az egész kereső időszakból már úgy jövünk, hogy találunk egy célt, találunk egy küldetést, találunk egy irányt. Amit ugye egy időben sokat beszéltem a tandem bicikliről, az egy másik ilyen kép, de a vitorlás hajónál is megmondhatunk. A lényeg, hogy a vitorlás hajót végül a cél határoz meg. És tehát a vitorlás hajó egységében, ami a férfinő egysége, többé nem az a lényeg, hogy ki a tőkesúly és ki van a kormánykeréknél, hanem ez nagyon nyilvánvalóan mind a kettő csak funkció, ami alárendeli magát, a férfi és a nő egyaránt alárendeli magát annak, hogy mi a hajónak a közös célja. Mint egy tandem bicikli. Rájövünk arra, hogy végül akkor tudunk együtt haladni, mint kapcsolat, férfi és nő egység, ha van egy közös célunk. És ha egyetértünk ebbe, akkor lehet kapcsolatban élni. Akkor lehet tényleg tandem biciklin haladni. És végül akkor nem az lesz a fontos, hogy ki ül elől és ki ül hátul, kinél van a kormány és kinél nincs, hanem igazából a nők nagy része arra jön rá, hogy nem feltétlenül akar elülülni, nem feltétlenül akar a világban ő lenni az arca, harca, nem tudom, másokkal ütközni, talán így elég is ebből az Amazon időszakban, és a férfiak meg igen, pont ezt élvezik egyébként. Tehát igazából csak a képességeink szerinti helyre igazodunk be. Nem azért, mert bárki jobb és rosszabb, hanem pontosan azért, mert szükségünk van egymásra, mert ki kell egészítsük egymást. Egy másik képem erre az, hogy az ember tényleg megtalálja a másik felét, de nem úgy, mint egy félbevágott alma, hogy így keresem a másik felemet, hanem úgy, mint az alma külső része és a magház. A férfinő egység lényege, én ezt látom működőnek, az mi életünkben is, meg körülöttem emberek tömegeinek az életében, hogy akkor működik jól, hogyha világos, hogy vagyunk egymásban. Tehát ez egy ilyen részegész viszony, a férfi inkább kint tud harcosként jól helytállni, és ugye ez a hős időszak, amikor így megtalálja és beleáll az ő küldetésébe, és akkor lesz belőle harcos, meg hős, meg vezető, meg király akár, ez a harmadik nagy korszak. Tehát, hogy volt a minták által meghatározott biorobot, van a keresés, a tudatos időszak, és aztán utána van az új élet, amikor az ember megtalálja boldogságát, megtalálja a helyét, megtalálja a harcát, és akkor tényleg így megmutathatja a nagyszerűségét. Úgyhogy ez a mostani reakció, köszönöm a kérdést, szuper kérdés volt egyébként. És igen, tehát akkor összefoglalva, tehát van ilyen, hogy a nő a legfontosabb a férfinek, ha te vágysz erre, akkor még nem érted meg, akkor ne foglalkozz arról, hogy én miket mondok arról, hogy egyébként majd ez később hogyan lesz, vagy hogyan nem lesz, hanem akkor most ez a feladat, hogy így mutasd meg a legnagyszerűbb önmagadat. Várunk mindenkit szeretettel a közösségbe, ahol sokat tudunk egymásnak ebben segíteni, meg egyébként csak így mondom, hogy van kifejezetten online képzésünk is ehhez. Ugye a Király Mély Képző az egy online kurzus, és most már kurzus folyamat, korábban egy Király Mély Képző volt, most már kettő van. Van egy Király Mély Képző második szintje, ami azoknak szól, akik már voltak istennők, sikeresek, és tényleg most a társal szeretnének működni, de most hozzuk a Királyné Képző 1-et, amit régen istennő támasztó néven működött, de most Királyné Képző 1 az új neve, ami erről szól, hogy hogyan legyél a legfontosabb. Ha ezt még nem érted meg, akkor nagy szeretettel ajánlom a Királyné Képző első részét neked. Köszönöm a figyelmet, tagok között tényleg mindenkit várunk, ilyen dolgokról beszélgetünk, álnéven az első hónap ingyenes, úgyhogy nem tudom, mi tart vissza bárkit, hogy csatlakozzon. Örömmel látom másrészt meg, hogy egyre többen tényleg jöttök is. Úgyhogy ezt csináljuk. Vár a közösségi oldal, és máskülönben meg köszönöm szépen a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!